A mai este repertoárjából nem hiányozhat egy berzsenyi alkotás sem. Balázs Kamilla, 9. B-osztályos tanuló, a gimnáziumunk névadójának egyik versével készült. Kérem, hallgassák meg Berzsenyi Dániel, Búcsúzás Kemenes aljától című versét. Berzsenyi Dániel, Búcsúzás Kemenes aljától. Messze sötétedik már a sáv teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje, szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s rád visszanézek. Ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek bús könnyemet. Ti láttátok az én bölcsömnek ringását, s ácsorgó ajakam első mosolygását, szülém forró kebelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit, gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek. De szívem ott marad véletek, a szerelem láncain. Hímezze bár utam, te szali virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány, a szerencse karjain. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok. Ti szelíd szerelmek, s vidám nyájasságok örömmel tölt órái. Nem áld vissza nékem már semmi titeket, evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gályái. Ó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérkép elvágja. A szilajvágyások gigászi harcait, e bujdosó csillag ezer orkányait bévont szemünk nem látja. Így szívünk csendesebb intését nem halljuk. Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk. Messzebb járnak szemeink. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük, gyakran éltünk szépét, s későn hullnak könnyeink. A következő műsorszám bizonyára ismerős lesz legtöbb vendégünknek, ugyanis a szalagavatók egyik legszebb, a végzős osztályok számára bemutatott tánc következik, a palotás. Előadja a 11. évfolyamból Várnagy Ajsa, Kocsis Dominik, Horváth Zente, Orsós Eszter, Tóth Alexandra, Curin Nóra, Tálos Patrik, Gurica Zoltán, Göntér Alexa, Tanai Balázs. A táncot betanította Tanai Gyuláné. Thank you.
Tóth Eszter, 11. A-osztályos tanuló, a most következő prózával a Kazinci Szép Magyar Beszédversenyen megyei 5. helyezést ért el. Korzenszky Richárd, aki a mű szerzője, a Tihanyi Bencés apátság volt előjárója. Az ő tollából született a Vallomás című mű. Fogadják szeretettel Eszter tolmácsolásában. Korzenszky Richárd. Vallomás. Összezavarodott körülöttünk a világ, de sokszor úgy érzem bennünk is. Vajon azt mondja a másik ember, amit én hallok? Vagy azt gondolja a leírt sorai mögött, amit én olvasok? Nyelvtudósok, az anyanyelvvédői aggódva beszélhetnek arról, miként fordul ki önmagából az a nyelv, aminek segítségével birtokba vettük a világot. Tükörképe a nyelv a társadalomnak, jellemző a nyelvhasználat az egyes emberre. Egy szétesett ország lelkiállapot a sajog mai nyelvünkben. Hiányzik az egyenes beszéd, miként hiányoznak az egyenes tekintetek is, vagy csak nagyon ritkán találkozunk velük. Mellé beszélünk, nem az igazat mondjuk, elrejtjük önmagunkat a szavak mögé ahelyett, hogy mernénk közölni, kimondani legbelsőbb önmagunkat. Amikor eladó az egész világ, nincs szükség szép szóra. Pontosabban most volna igazán nagy szükség arra, hogy minden kimondott és leírt szavunk igaz legyen, jó és szép. Amikor nincs idő arra, hogy meghallgassuk a másik ember örömét vagy bánatát, lebénul a nyelv. Amikor bizalmatlanná válnak az emberek, elfordulnak egymástól, elrohannak egymás mellett, mintha fölöslegessé vált volna a nyelv. Ha egyre kevesebben tudják kimondani, hogy édesanyám, s ha nacionalistának bélyegzik azt, aki kimondja, hogy édes hazám, akkor édes anyanyelvünk keserűvé válik. Meg kell tanulni jó szót szólani, emberi tartás nélkül, az élet tisztelete nélkül csak üres halandzsa minden beszéd. Emberségre kell tanítani először a gyermekeket. Kell, hogy legyenek igaz emberek, akik képesek igaz emberségre tanítani. Az igaz ember nem tud hazudni. Tévedni mindenki képes, de álságos, aki szándékosan téveszti meg a kimondott vagy leírt szóval a másik embert. Emberségünkhöz tartozik a nyelv, miként anyjához a gyermek. Nemzeti kultúránk éltető eleme a nyelvünk. Összekapcsol múltat és jelent, és egy közösségbe foglalja mindazokat, akik anyanyelvünkön tanultak meg gondolkodni, érezni, akik ezen a nyelven fogadtak hűséget, akikből ezen a nyelven fakadt fel öröm és bánat, akik számára létezik anyaország és anyaföld. Tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a Meszternyői Faluház, ismertebb nevén a Honi Hagyományőrzők. A Kövesdi Tiborné, Kizi néni által elindított egyedülálló kezdeményezést, később Kövesdiné Panyi Antónia folytatta tovább, ápolva, megőrizve és gazdagítva a kezdeti szellemiséget, meszternyői tradíciókat. A Honi néptáncosai, szépkorú színjátszóköre gyakran szerepel helyi, országos és határon túli rendezvényeken. Ezek közül is kiemelkedik a Kárpát-medencei nyári tábor, amely lassan 4 évtizedes múltra tekint vissza. Most a táncosok egy kisebb létszámú csoportját láthatják, elsősorban berzsenyés diákjainkat. A táncokat előadják Horváth Zsófia és Inchberger Barbara 12. A, Kósi Réka 11. A osztályos tanulóink, illetve Tóth Gábor és a Honi Néptánc Egyesület tagjai, Borsi Milán, Sebestyén András, Laufer Mário, Borsi Fanny. A koreográfia Gálber Attila és Tóth Gábor munkáját dicséri.
Egy vers kétféleképpen. Petőfi Sándor Falu végén kúrt a kocsma című művét, Elek Bálint 9. A-osztályos tanuló adja elő. Majd osztálytársa Rudolf Anna tolmácsolásában ugyanezt a verset hallhatjuk, egy kicsit másképp. Remek vers lesz, fergeteges, nem mellesleg feledhetetlen. Megjegyzem, beleszeretnek. Petőfi Sándor, Falu végén kúrt a kocsma. Falu végén kúrt a kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a kom, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos, a legények kúrjogatnak, szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné, aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húz rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög, bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba, húz rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vígadjanak, Isten áldja megkenteket. Szegény édesanyám, beteg. Feleletet egyik sem ad, kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. Szegleten szeszelde, csermely mellett elhelyezve. Benne kedve tetszelegne, teszem fel, nem esteledne. Egek rendre estelednek, erek, berkek csendesednek. Deregyesen megy keresztbe, hever e fekete csendbe. Szeszelde bezzeg nem csendes, zengpeng benne zene rendes. Szeszerél szerte terjed, embereknek kedve gerjed. Hely, menyeske, kedves lelkem! Erjed, hegylevet kell nyelnem! Legyen 70 esztendeje, de meg heves szeszereje! Zenemester, sebesebben, kerekedett fenekedben! Keresetem, szerteverem, lelkemet meg eltemetem! Megjelennek rendelettel, csendesebben, kedvetekkel! Telepfeje heveredne, esetleg elszenderedne! Legyen vele beste lelke, te meg eredj fene helyre, zenezengjen szedte vette, pendejemnek lehet veszte. Es megmennek, reteszt vernek, legyenek csendesek kentek, szentek lelke legyen velek, kedves egyetlenem beteg. Feleletet egy meg nem tett, berekesznek szesznyeletet, zene menten befejezve, s szerte mennek, csendesedve. A következő műsorszám egy kicsit visszarepít bennünket a karácsony meghitt hangulatához. A 11. A-osztály tanulóinak előadását már láthatták az adventi gyertyagyújtáskor, illetve a Künczelszau téren. A táncot előadják Kósi Réka, Orsós Eszter, Kocsai Krisztina, Horváth Zente, Gurica Zoltán, Tálos Patrik, Czuring Nóra és Kocsis Dominik. Koreografálta Orsós Eszter, betanította Orsós Eszter és Kósi Réka. Thank you.
Benkő Szonyát és Hák Herminát a 10. B osztályból már láthattuk és hallhattuk zongorázni a karácsonyi műsorban. Akkor négykezest játszottak. A Berzsenyi estre külön zongora játékkal készültek. Hallgassák meg Szonyától Iruma, River Flows in You és az Amelie című műveket. Hisznek önök az őrangyalokban?
A következő percekben Tóth Krisztina Sorstérkép című novellájának részleteivel Farkas Boglárka, 9. A osztályos tanuló, egy elfoglalt őrangyal mindennapjaiba nyújt bepillantást. Nem könnyű, meló, ne hibb. Sokan azt gondolják, hogy ez a tuti, maga a szabadság. Hogy csak röpködsz ide-oda, ott van neked a külön szolgálati szivárvány. Egész éves szívmobil a jóistenhez. És akkor még nem is beszéltünk a külsőségekről. Semmi szány, semmi glória, meg kard, ahogy azt a civilek képzelik. Mert emberi alakot kell ölteni. Be kell olvadni az emberek közé. Nekem a tanfolyam után megajánlották, hogy egy magas, csontos, idős nő legyek. Ezen kívül már csak egy bajuszos pasas volt szabadon. Olyan ez, mint amikor a jeleket osztják az óvodában. Ha nem vagy észnél, marad a csizma, vagy valami más bénajel, mert a napocskát meg a virágot mellestopolták a fürgépek. Végül nem lettem magas, csontos idősnő, mert az egyik angyal a B-ből visszamondta az alászállást. Ő a komisz kisfiúkhoz lett volna beosztva, de amikor megmutatták neki odafentről, hogy ki is az a Peti, akit őriznie kellene majd, azonnal átjelentkezett az örök imádság karába. Bennem föl sem erült, hogy a komisz kölykökhöz jelentkezzem. Azt egyszer már végigcsináltam. Öregem, attól behalsz, esküszöm. Kihullik a szájtollad? Én mondtam, hogy nem fogok megint éveket vírasztani, és senki torkából nem piszkálom ki a legót meg a gem kapcsot. Megyek inkább a szerelmesekhez. Az tiszta ügy. Mikor megmutatták a rám bízott szerelmes párt föntről, először megkönnyebbültem. Láttam, hogy nem fiatalok, hogy egy országban, ráadásul egy városban élnek, úgyhogy azt gondoltam, nem lesz bonyolult az ügy. De megint kifogtam. Nem akarom szívni őket, meg tiltsos az alapszabályzat. De annyit azért elárulok, hogy innen az a Peti nevű komiszkölyök jobb bulinak tűnik, mint ez a két idióta felnőtt. Azt hinnéd, hogy egy középkorú nőre, meg egy pasira már nem kell úgy vigyázni. A fenét nem. Az egy dolog, hogy az őrangyalokban nem hisznek. Hogy azt hiszik, mindent ők találnak ki. Hogy napokig állítgatom az órákat, aztán meg késnek. Hogy a pasi az utolsó pillanatban visszafordul. Hogy a csaj nem néz körül a zebrán, és állandóan a vállánál fogva kell megállítanom. De még csak nem is boldogok. Az egyiknek ez fáj, a másiknak az. Októberben a nő elutazott. Elkísértem a reptérig, aztán kiájultam. Mikor becsatolta magát az ülésbe, azt gondoltam, ledőlhetek én is egy fél órára. Mire ébredtem? Na szerinted mire ébredtem? Olyan nehéz szomorúsággal ült 7000 méter magasan, hogy majdnem lezuhant tőle a gép. Segítséget kellett hoznom. Hatan tartottuk a lelkét a leszállásig. Nem normális dolog ez szerintem. A pasas meg. Ha egyedül megy, úgy vezet, mint az állat. Panaszkodik, szenved. Panaszkodik, szenved. Bűnek fának. Közben meg a nőket bámulja. És egy szalmaszálat sem tesz keresztbe. Nem hisz bennünk, de azért föntről vár segítséget. Azt akarja, hogy helyett oldjanak meg mindent. Téboly, komolyan mondom. 2 hónapig hiába állítgattam a világ összes óráját. Kitalálta a két fia, hogy akkor ők inkább nem találkoznak. Nézd meg, hogy nézek ki, totál kikészültem. 8 hét intenzív figyelem. Mikor már nem bírtam, fogtam és összezavartam az útjaikat. Egymás elé tereltem őket a Kossuth-Lajos utcában. A járda közepére leszúrtam egy oszlopot, a pasas neki döntöttem, a nőnek meg nyomtam a szöveget a fülébe, hogy arra, arra, arra. 2-szer akart átmenni a túloldalra, tisztára leizzadtam, mire odaért. És mit csinált? Na szerinted mit csinált? Ránézett a pasira, fogta,
és tovább ment. Hát ezért guriztem heteket? Hogy csak úgy tovább menjen? Biztosan nézett. Este meg nem bírtam szaladgálni kettejük között. Hol az egyiknek, hol a másiknak kezdett süllyedni a lelke. Tegnap meg. A nő megállt egy bankautomatánál. Belugta a kártyáját, és beütötte a telefonja PIN kódját. Súgtam neki, hogy ne ezt! Ne ezt! Erre beütöttem így kétszer. El is tűnt a kártyája. Agyalágyult, és én erre vigyázzak. A férfi meg két utcával arrébb beparkolt a tilosba. Erre ott kellett hagynom a síró csajt az automatánál. Oda sétáltam a kocsihoz, földi alakban, és baromira koncentráltam. Hát, ha most egymás közlébe tudom terelni őket. Ja. A férfi észre is vett, de nem az lett, amire számítottam. Mi lett? Na szerinted mi lett? Oda jött, és elkérte a telefonszámomat. Nem normális dolog ez szerintem. Nem, végül megint nem találkoztak. A férfi most alszik, a nő meg ír valamit a számítógépnél, de nagyon oda kell figyelnem, mert folyton abba adja és süllyedni kezd a lelke. Már ismerem, mikor így bámul a levegőbe. Ráadásul még ezt a rajzot is be kell fejeznem holnapig. Ez az utolsó ötletem. Ha ezt se használ, feladom. Hogy mi ez? Sors térkép. Ezt szoktuk végső esetben bevetni. Mikor már semmi se használ, berajzolod őket ide, a csillagok közé. És utakat húzol a két lélek között. Igen, ezzel a lakfilccel. Most tényleg nem látszik, de pont ez a trükk. Álmukban ezek az utak majd világítanak. De most ne zavar, kérlek. Nagyon oda kell figyelnem. Ebben tényleg sosem voltam túl jó. Ha azt mondom, Ballátpúr Adeline többek számára nem sokat jelent. A hamarosan felcsendülő dallam azonban mindannyiunknak ismerősen cseng majd. Következzék Hák Hermina előadásában. A osztályos tanulónk és táncpartnere Lexikov András Zsigmond több éve táncolnak együtt az Eraklin Táncklub Egyesületnél. Országos bajnokságon 4. helyet szereztek. Nyugat-Magyarországi területi bajnokságon 3-szor sikerült ezüstérmet nyerni. Tánctanáruk Lexikov Csaba. Fogadják szeretettel az általuk bemutatott standard táncokat. Thank you.